Kedves kollégák, a következő előadás egy kicsit rendhagyó, mert egy személyre koncentrál, aki látni fogjuk, hogy igazán a fizika elméletének a fejlődésére nem gyakorolt olyan nagy hatást, mégis mivel helyi jelentősége van, ugyanis Jedlik Ányos életének egy jelentős részét töltötte Győrben, ezért úgy gondolom, hogy érdemes kiemelni egy ezt a nagyon jelentős szemét. Látni fogjuk, hogy nem alkotott új fizikai törvényeket, viszont a fizika oktatására és a technika fejlődésére nagyon jelentős hatása volt, és mivel hát egyetemünk Győrben van, és itt van egy könnyű séta távolságra az a hely, ahol Jedlik életének egy jelentős részét leélte, érdemes róla megemlékezni. Vegyük figyelembe azonban azt is, hogy a helytörténeti jelentőségen túl látni fogjuk egy másik szeletét annak, hogy a 19. században az elektromosságtan hogyan fejlődött. Nos, vágjunk akkor bele. Jedlik Ányos hosszú életű volt, 1800-tól 1895-ig élt. Ez azt jelenti, hogy nagyon izgalmas időszakban élt. Erre az időszakra esik az elektrotechnikának a kifejlődése. De kezdjük egy kicsit korábbról. A magyarországi tudomány előzményeit, és itt most a természettudományra gondolunk elsősorban. A reneszánsz idejében átlagos tudományos aktivitás folyt Magyarországon, hát ugye például Mátyás király idején említhetjük, hogy több jelentős gondolkozó volt legalább ideiglenesen a királyi udvarban, vagy Janus Pannonius nevét a humán területekről emelhetjük ki. Aztán sajnos a török hódoltság az 1500-as, 1600-as éveket nagyon meghatározta Magyarországon, pedig emlékezzünk, ezekben az években zajlik a nagy forradalom, tudományos forradalom. Tehát csak neveket említve Kopernikus, Kepler, Galilei, ezekben Newton, ebben az időszakban dolgoznak, és ebből sajnos mi gyakorlatilag kimaradunk. Ugyanis egyik oldalról a török hódítja meg Magyarország egy jelentős részét, másik oldalról az osztrák befolyásolás nem igazán arra törekszik, hogy itt fejlett tudományos élet zajlódjék. Szóval nincs energia a tudományok művelésére, kimaradunk ebből nagy forradalomból, és az a kevés egyetem akadémia alapítás, ami történik ezekben az években, főleg jogi teológiai vonalon zajlik, például teológia a reformáció ellenreformáció korszakában az egyes felekezetek alapítanak a saját teológiájukat oktató teológiai akadémiát, egyetemet, mindegy, hogy minek nevezzük. Aztán Jedlik előtt még egy nagyon jelentős alak, akit meg kell említenünk, Mária Terézia, aki 1740 és 80 között uralkodott. Őtőle a köznevelés központi szabályozása származik Magyarországon, ami egy jó alapot adott arra, amiben aztán később Jedlik bekapcsolódik, hogy megteremtődjék a természettudományos oktatás. Jedlik fiatalkor a reformkorral egyezik meg, ugye 1800-ban született, ekkoriban zajlik a Magyar Tudományos Akadémia megalapítása, nyelvújítás, kialakul a magyar szaknyelv, megszületnek a magyar nyelvű könyvek, nem csak a humán, hanem a reál területeken is. De még az előzmények között vessünk egy pillantást, nem fogom az összeset felolvasni, és kérem, ne is vegyék úgy, hogy ezt tudni kéne fejből bárkinek is. A magyar egyetemek, akadémiák, attól függ, hogy a líceumok, most mindegy felsőoktatási intézményeknek az alapításának a története. Az elsőt Nagy Lajos alapítja 1367-ben Pécsett. Ennek az intézménynek a jogutódja a Pécsi Tudományegyetem. Aztán 1465-ben Pozsonyban Mátyás és a pápa közös finanszírozásával alakul egy egyetem. Sokan vitatkoznak, hogy ennek melyik egyetem a jogutódja,
elég zavaros időszakok jöttek ezután. Egyesek szerint, hogy ennek is a Pécsi Tudományegyetem a jogutódja, én nem mennék ebbe bele. Aztán, ahogy jeleztem előre, sorra alakulnak az 1500-as években a különféle felekezeteknek a főleg teológiai irányultságú kollégiumai. 1538-ban Debrecenben, 1557-ben Sopronban evangélikus líceum nyílik, aztán Kolozsváron Bátor István alapít egyetemet, illetve akadémiát, most a neveket nem részletezzük. Aztán egy nagyon-nagyon jelentős 1635-ben Nagyszombaton alapítja Pázmány Péter, alapít egy egyetemet, aminek a jogutódja többszörös áttétellel a mai ELTE, Eötvös Loránd Tudományegyetem, de aztán a Pázmány Péter Katolikus Egyetem is. És ennek nagy jelentősége lesz még Jedlik életében is, ugyanis ebben a Pázmány Péter alapította egyetemben már Pesti Egyetem néven fut, aminek a tanszékvezetője lesz Jedlik. 1735-ben Selmecbányán egy bányamérnöki akadémia alapul, bánya és erdőmérnökséggel foglalkoznak itt, jogutódjai a Miskolci Egyetem és a Nyugat-Magyarországi Egyetem. Aztán Nagyszombaton 1769-ben Mária Terézia orvosi fakultást indít a meglevő mellett, ennek utódja Semmelweis, jogutódja Semmelweis Egyetem. Ugye hát nagyon sok minden költözik be a központba, Pestre, későbbi Budapestre, némelyikük részben Trianon miatt költözik az eredeti helyéről át. Aztán 1776-ban Győrben Mária Terézia jogakadémiát alapít, aminek a jogutódja, az mi vagyunk, a Széchenyi István Egyetem. Hát ide betettem egy kérdőjelet, mert közben volt azért olyan időszak, amikor Győrben nem volt jogakadémia, tehát nem folytonos a jogutódlás, de kétségtelenül jelentős jogakadémia működött a 19. században is, ahol például Deák Ferenc is tanult. Aztán 1782-ben második József mérnökképző helyet alakít, aminek a Műegyetem a jogutódja. És mezőgazdasággal foglalkozó felsőoktatási egyetemet alapít 1797-ben Keszthelyen. Alapítanak ekkor Keszthelyen. Nos, ez a Pannon Egyetem keretein belül működik most. Mindegyik történet nagyon összetett, nincs idő ezekkel foglalkozni. Az időpontokat nézzük meg itt, hogy mit jelent ez. Ez azt jelenti, hogy körülbelül az 1700-as években kezdődik a műszaki természettudományos oktatás Magyarországon a mai értelembe vett. A korábbiak, mondjuk még Pázmány Egyetemén is volt azért műszaki természettudományos irányultság, bár ott is inkább a humán területek domináltak, de az 1700-as évek végétől kezdve már megjelennek a mai tudományegyetemek, illetve a műszaki egyetemnek az elődjei. Jedlik 1800-ban Szimőn született paraszti családban, hát sajnos ez ma Szlovákia területére esik. Jedlik István néven született, majd amikor 1817-ben Bencés szerzetesnek lép be Pannonhalmán, akkor veszi fel a szerzetesi nevet. Ugye ez a szerzetesek között szokás, hogy mutatva, hogy új életet kezdenek, egy új nevet is vesznek föl. Aztán 18 és 20 között Győrben folytat tanulmányokat, 1822-ben megszerzi Pesten a doktori címet, ugye ekkor nincs Budapest, nehogy valaki ezt Budapestnek nevezze még. Aztán 1825-től a Győri Bencés Gimnáziumba tanít, aztán 1831-től a Pozsonyi Királyi Akadémián, 1840-től a Pesti Királyi Tudományegyetemen, ami a Pázmánynak a jogutódja, és amiből kinőtt a mai Eötvös Loránd Tudományegyetem, aztán élete utolsó szakaszát Győrben tölti újra 1878-tól.
Tehát azért az nem igaz, hogy győri volt, jegylik, nem Győrben született, nem végig Győrben élt, de azért életének jelentős részét, tehát háromszor tartózkodott Győrben. Itt 1825 és 31 között, aztán 1878-tól élete végéig. Nos, Jedlik nevéhez rengeteg találmány fűződik. Ugye a fiatal korában történnek sorra az elektromágneses alapjelenségeknek a felfedezései. Például az árammágneses tere, vagy az indukció 1819-1931-ben, ahogy tanultuk ezt nemrégiben, és ennek megfelelően Jedlik tanulmányának egy nagy része az elektromosságtanhoz kötődik. Például a 20-as évek, 1820-as évek végén az egyik fő fejlesztési iránya a villanydelejes forgony kifejlesztése volt, ami ma úgy mondanánk, hogy elektromos motoron dolgozott. Dolgozott azon, hogy villamos meghajtású gépkocsi vagy mozdony valósulhasson meg. Itt egy megjegyzés, a technológia nem volt még olyan, hogy ez megvalósulhatott volna. Nem voltak például megfelelő teljesítményű áramforrások, vagy a villanymotorok sem voltak erre alkalmasak. De látjuk, hogy az emberek fejében egyből megindul a vezérhangja, amikor megnyílik egy terület, és látják előre, hogy ebből mi minden lehet. Ugye emlékezzük Petrus Peregrinus az 1200-as években is, amikor még csak elkezdte tanulmányozni a mágnesességtan, egyből már ilyen mágneses motoron kezdett el gondolkozni. Ugye a fél év alaptézise, a régi ember ugyanolyan okos volt, mint a mai, itt is kiütközik, tehát mondjuk az elektromos járműhajtás az nem valami ultramodern gondolat, már előbb megfogalmazódik, mint sem a technológia megérett volna rá, de aztán maga Jedlik is sokat tesz azért, hogy közelebb kerüljünk ehhez. Aztán foglalkozik az akkori legerősebbnek tartott áramforrásoknak a fejlesztésével is. Erről majd külön beszélünk. A legnagyobb találmányának tartják sokan az öngerjesztéses dinamót, amit az 50-es évek végén, 60-as évek elején fejleszt Jedlik. Ezekről majd külön beszélek. Aztán 1863-ban egy villámfeszítőt készít, egyszerűsítve, mondva ez sok kondenzátor, sok továbbfejlesztett lejdeni palacknak a soros párzamos kapcsolásával 90 centis szikrákat tudott Jedlik készíteni. De sok egyébbe is beleszólt, ugye itt csak az elektromosságtaniakat soroltam föl. A közismert, hogy a szódavízgyártást is kitalálta, hogy hogyan lehet, kitalált egy módot, mások is foglalkoztak ezzel abban a korban, például Olaszországban is, de Jedlik kétségtelen jó módszer talált ki, tehát az osztógép, ami inkább az optikához tartozik, és hullámgép, rezgések összetétére alkalmas szerkezet, ezekről mindről beszélünk röviden a következőkben. Na nézzük csak először a villanymotort, vagy ahogy Jedlik mondta, a villanydelejes forgonyt. Mihelyt kiderült, hogy az áramnak van mágneses tere, ugye az első kísérletnél, Örstednél az történt, hogy a vezeték közelébe elfordult az iránytű. Egyből gondoltak az emberek, hogy kellene elektromos erővel hajtott motort létrehozni. Hát motor. Mire gondoltak az emberek? Ebben az időszakban már elterjedtek voltak a gőzgépek, amik nagyon sokat könnyítettek az emberen, és elősegítették az ipari forradalmat, mert egyenletes forgómozgást állítottak elő valamiből. És hát megfordult az emberek fejébe, hogy elektromossággal lehet-e forgómozgást előállítani. Elég kaotikus ez az időszak, mert ahogy említettem az elektromosságtan történetében is, amikor Örsted felfedezi, hogy az áramnak van mágneses tere, néhány éven belül sok jelentős alapfelfedezés történik, és természetesen az alkalmazásokat is nagyon gyorsan fejlesztették ebbe az időszakban. Nagyon sok párhuzamos felfedezés zajlik, és sokszor nem tudnak egymásról a kutatók.
Idő hiányában ebben nem mennék bele, egy technika történet kurzuson érdekes lehetne. Valószínű azonban azt, hogy joggal állíthatjuk, hogy Jedlik készítette az első olyan villanymotort, ami közvetlenül forgómozgást állított elő. Mindjárt a következő oldalon megnézzük, hogy hogy is nézett ki ez a motor. Tehát voltak Jedlik előtt mások is, akik villanymotort készítettek, de azok jellegükben a gőzgépet utánozták, tehát ilyen alternáló ide-oda mozgást állítottak elő elektromágnes és vasmag segítségével, és ezt alakították át forgómozgássá, ami nem olyan hatékony, mint a közvetlen forgómozgás előállítása. De meg kell jegyezni, hogy nem használható iparilag a 20-as évek vége fele kifejlesztett Jedlik-féle motor. Mindjárt meglátjuk ezt a következő ábrán, hogy hogy is nézett ez ki. Amire használható változatot készít, erről addigra már a világ beelőzi. Persze, hát Jedlik alapvetően nem feltaláló volt, ő egy tanár volt, egy szerzetes tanár, és nem ezzel, erre ment az ideje, hogy a felfedezést tökéletesítse minden áron. Jedlik azonban nyilvánvalóan felismeri, hogy ez egy fontos felfedezés, és használja is például az egyéb finom mechanikai eszközeinek a meghajtására, az osztógépről majd beszélünk, és ugye elektromos hajtású járművet is tervez, csak hát még korai, nem érett meg a technológia erre. Az biztos, hogy Jedlik bekapcsolja Magyarországot ebbe a pezsgésbe, ami az 1820-as évektől kezdődik. Eredetibe olvassa a felfedezésekről szóló híradásokat, fordítja le őket sokszor magyarra, és osztja meg a diákjaival, meg a kutatótársaival, valamint a saját felfedezéseit is publikálja. Tehát hozzájárul ahhoz, hogy az 1800-as években kialakul az, amit ma elektrotechnikának nevezünk. Na és akkor nézzük csak, hogy nézett ki ez a villanydelelyes forgony. Az egyik első modellje Jedliknek így néz ki, próbáljuk meg megérteni nagyjából a működését. Van egy álló tekercs itt körbe, ez a nagy, amit itt az egér kurzorral mutatok. Ebbe az álló tekercsbe, itt a két vezetéken keresztül áramforrásból áramot vezetünk, ez előállít egy mágneses teret, és hát most térbeli ábrát kéne rajzolnom, perspektívikusan próbálom, ezek merőlegesek, ezek a mágneses erővektorok ennek az álló tekercsnek a síkjára. Tehát előállít ez az álló tekercs egy fix mágneses teret. Ebben a mágneses térben forog ez a forgó tekercs, látjuk is a tekercsnek a meneteit, ami valahogy áramot kap, majd ezt mindjárt tisztázzuk, hogy hogyan. Ő maga is mágnessé válik, és mint egy iránytű szeretne beállni abba az irányba, amit diktál neki az álló tekercsnek a mágneses tere. Itt jön ha egy fix áramot kapna ez a forgó tekercs, akkor beállna egy bizonyos irányba, mondjuk így erre merőlegesen, és ott maradna, legfeljebb rezegne az egyensúly helyzete körül egy darabig. Na itt jön a trükk. Kicsit árnyékban van ez a kommutátor rész, ami azt oldja meg, hogy nem hagyja békén ezt a forgótekercset, mert mihelyt beállna a megfelelő irányba, itt ezek az érintkezők, itt nyúlik le, egy kicsit halványan látszik, ez a görbe, meg ez a görbe mentén, most letörlöm ezeket a vonalakat, ezekre nézzünk rá, ez a két drót darab nyúlik le a forgótekercsből a kommutátorba, ami a kommutátor egy kis kör alakú vájatba öntött higany, ami ketté van osztva a vájat, és hogy melyik higany félbe ér bele az egyik vagy a másik drót, az szabályozza ennek a polaritását, tehát hogy milyen irányba áll be. Nos, ez úgy van beállítva, hogy mielőtt elérni az egyensúlyi helyzetet, amit az álló tekercs mágneses tere diktál, azelőtt hirtelen megváltozik a polaritás, mert az érzékelők, amik belelógnak a higanytába, ezek a drótvégek, éppen a másik higanytába mennek már át, és ez így folytatódik. Szerencsétlen forgó rész nem bír megnyugodni, mert amint megtalál az egyensúlyi helyzetét,
ez a kommutátor kommutálja, megváltoztatja a polaritást. Nos, ez közvetlenül állít elő forgómozgást elektromos áram segítségével. Ja persze, mondani se kell, itt a falak belsébe persze a drót ide megy az állótekercshez, meg a kommutátor higanytárkáival is kapcsolatban van, ugyanonnan kapja az áramot a forgó rész is. Nos, ránézünk erre, és látjuk, hogy ez egy nagyon érdekes szerkezet, de ez komoly ipari alkalmazást nem bír viselni. Hát itt egy tűhegyén billeg a forgó rész. Hát ezt, hogyha elferdítem, akkor leesik róla. Vagy ebből hogyan veszek ki nagy mechanikai teljesítményt? Hát ebből sehogy. Tehát ez egy jó demonstrációs eszköz volt, az előrelépés segítette, de önmagában még nem egy ipari hasznosíthatóságú valami. Később persze Jedlik továbbfejleszti, de aztán ezzel mások is foglalkoznak. Aztán, amit Jedlik legnagyobb érdemének tartanak, én is az egyik legnagyobb érdemének tartok, csak én nem merem rangsorolni, hogy melyik érdeme a nagyobb, de mindenképpen az egyik legnagyobb érdeme az öngerjesztéses dinamónak a felfedezése. Miről is van szó? 1831-ben Faraday felfedezi az indukciót, azaz azt a jelenséget, hogy változó mágneses tér elektromos teret kelt. Azaz mozgó mágnes közelében elhelyezünk húzalt, persze nem csak egy szál húzalt, hanem tekercsbe sok húzalt egy helyre összehalmozva, akkor feszültség ébred. Azonnal Faraday is fölismeri ennek a jelentőségét, ez potenciálisan sokkal több energiát képes termelni, mint a kémiai alapon működő áramforrások, a galván elem, a volta oszlop, vagy valamelyik továbbfejlesztett változatuk, hiszen mechanikai energiát, mondjuk szélenergiát, hogyha rákötünk egy ilyen berendezést egy szélmalomra, vagy vízenergiát tud folytonosan elektromos energiával alakítani. Nem Jedliknek az ötlete volt ez a dinamó, tehát hogy forgó mozgásból áramot állítsanak elő. Sokan építettek ilyet, a probléma az, hogy amíg fém mágnest használtak, tehát hagyományos mágnest forgattak vagy mozgattak tekercs előtt, abból nem sikerült túl nagy teljesítményt kihozni, mert a sima mágnes vasaknak a mágneses tere nem elég erős. És így csak kis teljesítmény volt nyerhető, tehát nem voltak sokkal előbbre, mint a volta oszloppal vagy a galván elemmel. Na itt jön az öngerjesztéses dinamónak az ötlete. Ez fontos megérteni, hogy mit jelent az öngerjesztéses szó ebben az összetételben. Jedlik rájön, hogy fém mágnes helyett, tehát ahelyett, hogy egy mágnes vasat rángattam mondjuk kibe egy tekercsbe, oda is tegyünk egy elektromágnest, amivel sokkal erősebb mágneses tér állítható elő, sőt, magát ezt az elektromágnest hajtsuk meg a generátor által termelt árammal. És ez egy érdekes visszacsatolás, egy pozitív visszacsatolás, egy öngerjesztés lesz, ezért öngerjesztéses dinamó. Amint egy pici áramot elkezd termelni a generátor, mert például a benne levő vasmagnak van némi maradvány mágneses tere, amint egy pici áramot elkezd termelni, az fölerősíti a forgó részt, hiszen az maga elektromágnesen innen táplálkozik, az még erősebb áramot generál, az még jobban gerjeszti a mozgó tekercset, és így egy pozitív visszacsatolással olyan erős mágneses terek fognak ebben az öngerjesztéses dinamóba váltakozni, amit esély sincsen állandó mágnesekkel létrehozni. Nos, tudománytörténeti tény, hogy a világ szinten ezt Jedlik valósítja meg először 1859-61-ben. Ugye ekkor nem Győrben van, tehát ez nem győri találmány, hanem ekkor a Pesti Királyi Egyetemen tanít Jedlik. Itt van Jedlik egyik öngerjesztéses dinamója, ez nem az első modell, ez már egy kicsit továbbfejlesztett, és egy ilyen burkolat eltakarja a belső részeket.
Ezt a kart kellett itt forgatni, ez forgatta itt a tekercseket, és itt a belsőben el vannak rejtve a részletek. Fizika történet órán nem fogunk ennél részletesebben belemenni, az öngerjesztéses elvet azonban kérem, hogy mindenki tanulja meg. Ez egy nagyon jó trükk volt, nagyon nehéz volt megvalósítani, hogy jól jöjjön össze ez az egész. Szóval Jedlik megcsinálja az öngerjesztéses dinamót, fel is ismeri a jelentőségét, használja is áramgenerálásra labor körülmények között, de nem sikerül átvinni a gyakorlati alkalmazások körébe. Na most miért nem? Miért nem lett ebből magyar elektrotechnikai ipar, ami világszinten vezető, ha már Jedlik volt a világ első egy ilyen felfedezésbe? Ez nagyon sok minden nem múlt. Leginkább a magyar ipar fejletlenségén múlt. Jedlikék megpróbálkoztak azzal, hogy céget alapítsanak. Hát persze Jedlik csak az alapításán közre működött, ő nem akart beállni gyárosnak, nem ez volt az ő szakmája, hivatása. Szóval megpróbáltak Pesten gyárat alapítani az ilyen eszközök gyártására, csak például szigetelt elektromos húzalt nem tudtak nekik magyarországi beszállítók adni. És nem volt meg a beszállítói háttér, hogy ez működjön. Ezzel szemben Németországban, ahol az ipar általános fejlettségi szintje sokkal nagyobb volt, 1867-ben Siemens felfedezi lényegében ugyanazt. Valószínűleg teljesen függetlenül Jedliktől, bár Jedlik azért publikált erről, tehát lehet, hogy Siemens ismerte Jedlik eredményeit, ezen azóta is lehet vitatkozni, hogy ismerte vagy se. Minden esetre Siemensnek megvan az az ipari környezete, amire aztán egy máig meglévő világcéget alapít. Ugye nem csak a dinamóra, hanem sok hasonló dologra, de a dinamó egy fontos elem volt ebben. Szóval itt szoktunk sopánkodni, hogy jaj, lemaradtunk egy nagy felfedezésről. Tele van a világtörténelem ilyennel. Nem a zsenialitás hiányzott Magyarországról, hanem az általános ipari háttér hiánya, ami ugye talán még mindig az 1800-as évek közepén sokadlagosan, de még mindig a török hódoltságtól eredezik. De ez már egy másik dolog, ezen ne is lamentáljunk. Nézzük meg, hogy Jedlik még miket tett az elektrotechnika megalapításával. Például a hagyományos áramforrások fejlesztésén is dolgozott. Abban az időben az úgynevezett Bunsen elem volt a legnagyobb teljesítményt adó galván elem. Itt van egy Bunsen elemnek a rajza egy korabeli könyvből. Én nem részletezném, sokféle anyag, aztán beleöntve sav, beleöntve a két pólust elválasztó porózus réteget összetett. Ennek a lényeg az, amit a galván elemeknél tanultuk meg Alessandro Voltánál, hogy két fém között elektromos feszültség ébred, hogyha elektrolit köti őket össze. Szóval Jedlik megismerte a Bunsen elemeket, de aztán nagyot javított a hatékonyságán, lecsökkentette a belső ellenállását ezeknek az elemeknek, és sokkal nagyobb teljesítményt tudott kihozni az ő általa javított Bunsen elemekből. Az 1855-ös párizsi világkiállításon bronzéremmel jutalmazzák ezt az innovációját. Ez egy általános áramforrás volt, Pesten üzemet is alapítottak rá, és ilyen elemeket nemzetközi partnereknek is szállítottak. Aztán abban az időben ugye nem volt még elektromos hálózat, tehát sok mindenre használták ezeket, sokszor kísérletezéshez, galvanizáláshoz, de ebbe a korban születnek az első elektromos fényforrások, eleinte ívlámpák, később hagyományos izzók, amíg nem volt központi áramszolgáltatás, tehát nem volt hálózat, ami mai értelemben elektromos hálózat, addig sokszor ilyenekről működtették az elektromos eszközöket. Egy történeti érdekesség, 1856-ban Pannonhalmán felszereltek egy Bunsen elemes telepet, 22 ilyen Jedlik-féle tökéletesített elemet kötöttek össze, és ezzel a villanyteleppel ívlámpát
üzemeltettek. Ívlámpában ugye két pórus között egy állandósult elektromos kisülés van, és az adja a fényt. És erről így számol be az akkori pannonhalmi főapát: este az ősmonostor négyszög udvarában 22 elemből álló jedlikféle villanytelepet szerepeltettünk. A fény olyan erős volt, hogy dacára holtöltének, a templom tornya égni látszott, és a Szent Mártoniak már a hegy felé tartottak, hogy a tüzet eloltsák. Hát igen, sokszor az ilyen új felfedezések ilyen vicces következményekkel járnak. Hát ugye itt van tőlünk 20 kilométerre a helyszíne ennek a dolognak. Most hatása volt ez az esemény a tudomány fejlődésére? Hát mondhatni nem, de mondhatni igen, mert megmutatta azt, hogy mire képes a technológia, és hogy ezek az emberek, akik oda mentek, vagy azok a szerzetesek, akik később aztán tanítottak ezekben az iskolákban, elmondták, hogy mi mindenre képes ez a technológia, és aztán széles tömegek kezdhették el utána kutatni ennek az alkalmazását. Tehát nézzük Jedliknek a következő nagy találmányát, hát illetve innovációját, mert nem ő találta ki, de ő nagyon jelentős mértékben tökéletesítette az osztógépet, amit így nevezett. Ez egy finom mechanikai eszköz volt, amivel üveglemezekbe nagyon finom gyémánt hegyjel egymással párhuzamos karcolásokat tudott ejteni, ezzel optikai rácsot előállítva, hogy az alapozó fizika kurzusokon az optikai rácsot említjük. Ez a egyenletes sűrűséggel párhuzamos karcolásokat ejtett, elérte a 3100 vonal per milliméter sűrűségét. Ez hatalmas sűrűség. Arra gondoljuk, hogy amivel, ha valaki már az alapozó fizikát elvégezte, beszoktuk mutatni a hullámoptikánál fény hullámtulajdonságát, itt, amit használunk, az a legnagyobb 600 vonal per milliméteres sűrűségű optikai rács, és azzal is már nagyon jól működik. Jedlik ezt egyrészt az oktatásban használta, ő mindvégig tanárember volt, akár középiskolai, akár egyetemi szintről beszélünk. Nagyon fontos volt neki a demonstrációs kísérleteknek a bemutatása. De ebben a korban lendül fel a spektroszkópia, a fény színeire bontása és aztán elemzése. Jó, persze, ezt már korábban is csinálta például Newton, de ezekben az években, az 1800-as évek közepén fedezik föl például Bunsen és Kirchhoff, hogy a nagyon részletes színképvizsgálattal kémiai összetételt lehet megállapítani az izzó anyagokról. Erre majd a ugye kb. Két hét múlva szó is kerül a színképelemzésnek a kezdetei, feketetes sugárzás és a többi. Aztán egy módosításával olyan hullámrajzoló gépet is csinált, ami nem párhuzamos vonalakra, hanem többféle tengely mentén összetett különböző frekvencia mechanikai rezgések összegét tudta belekarcolni, vagy tintával fölrajzolni lemezekre, és így például nehezen hamisítható mintákat generált le. Na most, és még lennének mások is, mint a szódavíz, amiről nem is tettünk említést, az nagyon kívül esik a fizika történet óra témáján. De sokszor utólag Jedliket számon kérik, hogy miért nem használtak ki jobban a találmányokba rejlő lehetőségeket. Azért ne felejtjük, hogy Jedlik elsősorban szerzetes, aztán tanár és tudós volt. Most gyárigazgatóvá kellett volna válnia, vagy menedzserré? Mindig közzétette ezeket a felfedezéseit, sokszor pénzzel is támogatta, hogy mondjuk a szódavízgyártás, vagy aztán az 1860-as években Pesten valamilyen elektrotechnikai gyár alapuljon meg, de tehát igenis megpróbálkozott ezzel, de nem hagyta ott a szerzetesi pályát, vagy a tanárságot, és nem állt be főállásba gyárigazgatónak. Ezt másoknak kellett volna megtenni. Csak ugye a magyar ipar fejletlensége miatt nem lehetett kihasználni ezeket az előnyöket. Szóval
itt kettős dologról van szó, rengeteg innováció történik, de hogyha nincs meg hozzá megfelelő környezet, akkor az nem tud hasznosulni. Ez amúgy tanulságos szerintem a mai napig is. Jedlik azonban nem csak feltaláló volt, hanem oktató, tanár is. Azt lehet, hogy ő maga inkább tanárnak tartotta magát, mint feltalálónak. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy Jedlik a magyarországi fizika oktatás megalapozója. Jedlikkel kezdődik a magyar nyelvű fizika tankönyvírás. Amit összeszedtünk, például a török alatt lemaradást a világ fejlődésétől, azt igyekeztünk utána behozni, de a fizika terén nem nagy túlzás azt mondani, hogy lényegében Jedlik hozta be a lemaradásunkat. Jedlik a legfrissebb szakirodalmat követte, például az elektrotechnika vagy az optika terén, és egyből bevezette a magyar oktatásba. Jedlik olyan szintű gimnáziumi, majd később egyetemi könyveket írt, ami teljesen egyenértékű volt a más nyugat-európai könyveknek a tudásanyagával. Tehát ekkor behozzuk a lemaradásunkat, amit fölhalmoztunk a nehéz történelmi korszakba. Aztán vezeti a Pesti Királyi Egyetemnek, a mai Eötvös Loránd Tudományi Egyetemnek a tanszékét, majd az egész természettudományi karát, és kialakítja országos szinten, a természettudományos oktatás rendjét. Sok energiát fordított tudománynépszerűsítő tevékenységre is, mert tudta, hogy a széles tömegeket is egyrészt érdekelheti, másrészt meg a széles tömegek érdeklődését felkeltjük, akkor nevelődnek ki belőle tudós palánták, akiket valami megfog ebben a tudományban. Tehetséges hallgatókat eszmeileg és idősebb korában anyagilag is támogatta, ösztöndíjakat alapított saját zsebből. Részt vesz a magyar szaknyelv kialakításában. Például az olyan szavak, hogy dugattyú, eredő, eredőerő mondjuk, összetevő komponens helyett, húzal a drót helyett, és a többi, egy csomó más szó, amit ma természetesen használunk a magyarban, Jedliktől származik. Meg kell említeni, hogy voltak olyan szavai, amit aztán nem fogadott be a tudományos közvélemény, és ma viccesen hangzanak néhány ilyen. Most hirtelen nem készültem, hogy ez éppen Jedliktől születette, de ebbe a korba például az oxigént élennek, mint az életnek a támogatójának nevezték, és volt néhány más elnevezés, ami nem honosodott meg, de sok elnevezése meghonosodott, és hozzájárult, hogy magyar nyelven is színvonalasan lehetett a fizikát oktatni. 1848-ban először tanít magyarul fizikát a Pesti Egyetemen. Aztán, amikor nyugdíjba vonul a Pesti Tudományi Egyetemről, akkor Eötvös Loránnak adja át a tanszékvezetést, és ezt majd látni fogjuk, hogy Eötvös Loránd milyen jelentős felfedezéseket tett, amik például az általános relativitás elmélet megalapításához is vezettek. Szóval Jedliknek óriási része van abban, hogy a 19. század végében Magyarországon nagyon erős fizikaoktatás lesz országos szinten, egyetemi középiskolai szinten, és ekkor nevelődik ki egy olyan generáció magyar fizikusokból, feltalálókból, aki aztán világ szinten is megállja a helyét. A legnagyobb nevek ugye azok, akikről majd tanulunk a magfizikánál, akik az atombombánál bábáskodtak, mondjuk Szilárd Leó vagy Tellerede, ők is azokon a tankönyveken nevelkednek, amiket vagy Jedlik maga, vagy Jedliknek egy tanítványa írt. Tehát ezek a 19. század végi magyar oktatás technika később Nobel-díjasokat adott a világnak, abban azért Jedliknek nagyon nagy szerepe van. Azonban azt meg kell említeni, hogyha most nem lennénk győriek, akkor talán Jedlikről csak egy pár szót ejtenék ebben a fizika történet órán, mert új alapkutatási eredményei nincsenek. Ezt meg kell mondani mindenképpen.
Maxwell ugye 1864-ben teszi közzé az egyenleteit, Jedlik ekkor már 64 éves, és ő már feladja, hogy ezt a bonyolult matematikát követni tudja, és megmarad a kísérleti berendezések tervezésénél. Tehát itt már föladja, hogy a legújabb felfedezéseket önmaga nyomon kövesse, de hát 64 éves, szóval azért ez érthető. És a fizika élvonalára nem gyakorolt közvetlen hatást, de a tanítványai, azok, ők már igen, és mindenképpen fontos szerepet játszik. Aki többet akar tudni Jedlikről, olvashat róla a könyveket, vagy ha véget ér ez a nyamvat vírushelyzet, akkor a Széchenyi téren, amikor nyitva van, bemehet itt van a Bencés gimnáziumnak a bejárata, ezek az ablakok pedig a Jedlik emlékkiállítás termének az ablakai, ahol láthatunk sok olyan berendezést, amik vagy eredeti Jedlik korabeli berendezések, vagy felújítottak és hasonmás, tehát hiteles másolatot állítottak elő róluk ezzel foglalkozó restaurátorok. És végül az értékelés. Jedlik a magyar fizikaoktatás megteremtője. Ő honosította meg a nemzetközi kutatási eredményeket, becsatolta Magyarországot az élvonalba a fizika oktatása terén. Ő szervezi meg a mai ELTE-n, hát az akkori Pesti Tudományegyetemen a természettudományos oktatást. Jelentős találmányai vannak, és emellett nyelvújító. És ne feledjük, emellett ő bencés szerzetes volt. Élete vége felé mondta, hamarosan a teremtőm előtt fogok állni, és végre megtudom, mi a fény és az elektromosság. Ez az idézet azért is érdekes, mert nem csak Jedliknek, hanem a tudománnyal foglalkozó szerzeteseknek a gondolatát is tükrözi. Emlékezzünk a középkorról, amikor beszéltünk, akkor mondtuk, hogy milyen fontos szerepet vittek. Hát mondjuk Francis Bacon, vagy Oresmius, például ők szerzetesek, papok voltak. És bizony, ők a természettudomány fejlődése és a hitük között megtalálták az összhangot. Tehát ez egy létező dolog. Sokszor próbálták később úgy beállítani, hogy a vallás az akadálya volt a fejlődésnek. Hát mondjuk Jedliknek az élete, vagy az a siklórepülést végző 11. századi bencés szerzetesnek Angliában őneki az élete azért nem egészen ezt tükrözi. Nehéz ebbe az életműbe belekötni és leértékelni a fontosságát, de ezt mégis megtették, főleg itt Magyarországon a kommunizmus idejében, és hát mivel sok érdeme volt, ezért megpróbálták lefitymálni, és azt mondani, hogy hát jó, szép ez, amit csinált, de miért nem alapított ipart? Miért nem dolgozott találmányi alkalmazásai? Hát könyörgöm, Jedlik csak egyetlen ember volt. Hát egyetlen embertől ennyi mindent megcsinálni, és még többet követelni, a szemétség, hogy másoknak kellett volna ebből ipart alapítani, és Jedlik ez mindig meg is adta a támogatást, úgyhogy ne Jedliket kritizáljuk, hogy nem Magyarország lett az elektrotechnika élvonala az 1800-as években. Szóval Jedliknek mindenképpen óriási érdemei vannak. Ha az én szubjektív értékelésemet mondhatom itt a végére, ha ebből az ötből alá kellene húzni valamit, én ezt húznám alá leginkább. Mert a találmánya is fontosak voltak, és látványosak, meg érdekesek voltak, de hosszú távon azzal, hogy megteremtette a modern fizikaoktatás Magyarországon, több generációra alapozta meg azt, hogy jelentős mérnökök, fizikusok és mindenféle más természettudományba művelt emberek kerültek ki az iskolapadokból és az egyetemekről Magyarországon. Köszönöm szépen a figyelmet!